Nos hát sziasztok mindannyian, az introból kiderült, hogy Palma de Mallorcán vagyunk, ahol én már 3 napja vlogolok nektek, vagy hát igazából 2, ez a harmadik. Viszont egyszer csak jött a Szabó Kristóf, és minden felvételemet letörölt, úgyhogy most nulláról kezdünk, és így az utolsó nap megpróbálok elkalauzolni titeket ezen az utazásunkon, bemutatom egy kicsit, hogy mi volt itt, hogy éreztük magunkat. Ma ilyen régi kanadai napi vlog-szerűen végigviszlek titeket a napomon, és holnap pedig utazunk haza, úgyhogy megpróbáljuk kimaxolni ezt az egy napot. El tudunk menni fotózni, elmegyünk Palmára, és hülyéskedünk Barnival, Benivel, Kristóffal és Ákossal. Menjünk! My hands are tied. Ezt a videómat is le akarod törölni? Aha. Adom. Amit csak szeretnél. Legyen az, hogy felveszek majd egész videót, és a Kristóf este letörli. Benne vagytok? Kristóf? Letörölte a videómat. Lényeg, hogy ma esőbe is menjünk. Hol az apa? Istenem. Gyerekek, bemutatom nektek Benit Majorkán. Eljött Majorkára, tengerpartra, és végig egyedül pihen a saját szobájába. Tesó, te mit csinálsz? I am the one, the... Mit csinálsz? Várom, hogy menjünk futni. Mikor menjünk futni? Egyébként srácok, egy olyan info, amit talán nem tud senki Majorkáról, a csapvíz nem nagyon íható, úgyhogy ilyenekből kell inni. Van benne kék a háttérben. Az ég a kicsit kék. Ja. Na, figyelj, akkor lelkézzünk kicsit, jó? Na, anyad. Na, most őszinte szerint jól áll az a szemüveg, meg ami rajtad van? Aha. Jó, csak kérdeztem, mert hogy van-e önkritikád, vagy nincs. De mondjad. Szerintem borzasztóan ocsmájt. Szerintem, hogy egy vízilóra ráraknék szerintem egy izét, egy úszógumit, az jobban néznek ki, mint az a szemüveg, ami a fejedben van. Azt a... Hello! Vedd föl! És rá a szemcsit. Túl bonyolultat kérdezni. Az igen. Kristóf, a videódban mit csinálta itt a kocsi elejével? De valami ilyesmit, nem? Nem? Kristóf gyereket nagyon nem bírom. Várjál! Te bírod a Kristófot? Nem. Hallod? De mit kereső itt? Nem tudom. Vágjuk ki. Nézd, eltüntetem. Nézd. 1, 2, ha. Gotta be my someone. Mostantól összeveszünk és boxmeccseket fogunk szervezni egymás ellen. De én DJ leszek, nem box király. Köszi, hogy megvártatok, jó fejek vagytok. Megástam. Ja. Valaki nem látta a pénztárcámat? Nincsen. Ja, itt van. Én sem láttam. Jó, én akkor egy forintot, egy eurót nem hoztam. Jaj, végre! Te jó ég! Gyerekek, nagyon kényelmetlen 5 csávóval itt utazni egy hát nem is túl nagy autóban. Miért nem nyílik ez a szar? Csak kinyílnék. Tehát mindenki dagadt igazából. Barni a legdagadtabb. A dagadt az a**t. És nem férünk el. Ilyen kis öbölbe jöttünk, ahol gyönyörű szép kék a víz. Hát itt a gyönyörű szép kék víz az megvan. Szerencsére a napsütés is közben megjött. Viszont egyszerűen már jártam itt Majorkán, és akkor jöttem erre a helyre is, és nem rémlik, hogy erre jöttünk volna. Ugyanis az öböl az itt van, de nekünk ott kéne lenni. Ott. Hát, jó ez itt is. Ott túl sokan lennének amúgy. Itt a hátam mögött lévő házakban el tudnék lakni. Tehát... Azért jól néz ki. Bármikor eljövök egy ilyen tengeres részre, eszembe jut az, hogy milyen jó lenne egy kicsit külföldön lakni. És talán lesz is lehetőségem rá nem sokára. Egyelőre az egyetem és nagyon sok minden hazaköt még engem. De egy ilyen helyen, mint ez itt, télen-nyáron el tudnám képzelni magam. Még hogyha soha nem is lesz annyi pénzem, hogy én ezekben a házakban tudjak lakni, de... Azért mostanában így elvágyik a szívem így Budapesttől. Barni, mi lesz? Fotó?
nincs több lépcső. Mi szerint nincs több lépcső? Egy lépcső. Egy lépcső. Egy lépcső. Menni fog ez, srácod? Hát, három, kettő. Kulisszatitkok Benni Instagramjáról. Mehet? Három, kettő, egy. Aha. Értem. Egynek jó. Nem ez. Semmi, apa. Nem semmi. Na, punak Jedi erő. Mehetünk? Hova megyünk, Ákos? Megnézzük ezt a plátját, nem? Plátját, jó. Azt ott megcélozzuk. Benni, hova? Te irányítasz. Benni! Hoha? Várjál! Gyorsan, siess! Á! Várjál! Jó! Gyere, Ákos! Na, ez itt a veszély! Ne! Halljátok? Átázott a cipőm, szerintedek? Nézd meg! Akkor most a jól megérdemelt fürdés! Viszont, mivel tényleg nem hoztam fürdőgatyát, mert nem gondoltam arra, hogy fürdeni fogunk, és Ákos sem mondta nekem, ezért... Egész jó! Az igen! Apa fürdik! Apa kálimba nyomja! Kos, véleményed a vízről, időről? Mehet még egy ugrás? És a legnehezebb egyébként az a kiúszás, de akkor a hullámok vannak, hogy jön egy... Megyek! Egyéb a létre! Jézus! Jön ez, apa! Lehet, apa! Gyere, apa! Megyek! A víz az jó, viszont amit nagyon-nagyon elrontottam, az, hogy mindenki rövid gatyában van, én hosszút vettem fel, mert azt hittem, hogy szakadni fog egész nap az eső, de, mint ahogy kiderült, nem. Telement homokkal, sós vízzel, borssal, spagettivel, és így készül a bolonyai. A gatyámba. Úgyhogy kicsit szenvedek itt. Barni, te nem ismered. Barni, vagy a... Ilyen, úgy néz ki, mint a Benni? Hát egy kicsit más, ilyen, mert még csúnyán talán. Hú. Vagy nem. Nem, a Benni, hogy csak mindig keverem. Valamelyikünk csúnya. Eljöttünk ide Espontászhoz, ami Projete Equilibrio Sul. Aha. Értitek? Mit mondtam? Hogy ma a spagetti lesz a vacsora. Ez egy projektoron vetítés lesz este 8-tól. 7-30. A spanyolban a számok nincsenek meg. A sud az a 7, és a sudio a 8. Dio. Hallod? Dzsengázunk egyet? Ez állod egy kurván összevarakott pillanatragasztóval? Biztos pillanatragasztóval van összerakva. Assza! Tehát ide jöttünk ehhez. Hogyan jellemeznéd ezt, Ákos? Mi ez? Egy... Espoltás. Ide jöttünk. Gyönyörű hely, viszont nagyon veszélyes, mert ha itt lenézel... Akkor lehet esni! Órákig el tudnék itt üldögélni, nagyon para viszont ott a korláton túl, úgyhogy ha erre jöttek, akkor óvatosan, srácok. Ezzel most lezártuk ezt a mai napot, holnap egyébként korán indulunk a repülőtérre. Ez a hely talán az eddigi top 10 helybe be tudnám sorolni, ahol eddig jártam, és iszonyatosan feltöltött így, nem tudom miért, de jó volt ott nézni a hullámokat, akkor össze-vissza csapkodtak ott a sziklák mögött, és ja, jót tett a lelkemnek. Tehát kinyitjuk ezt az asztalt, és utána pedig Sharepong. De azt már csak Kristóf videójában látjátok, mert ő csinálja a Cinematic Beer Pong videót. Köszönöm, jól lettük, hogy ezt belemondtam a videódba. Kajak. És meg kell csinálni, hogy ilyen full ilyen effektevet, tudod, ilyen összehunyorító, meg lassítás, meg ilyenek. Ugye? Segítesz majd? Megcsináljuk. Nos, 7 óra 20 van, és mi nekünk 8-kor el kéne indulni, de nem is a többiek miatt, hanem csak is miattam, hiszen
Én nem velük megyek vissza most Bécsbe, hanem megyek tovább Londonba egy eseményre, és nekem sokkal korábban indul a gépem, mint nekik, ezért mindenkit fel kell keltenem, mindenki bemegy Pálmába, ők kidobnak engem a reptéren, ők bemennek a belvárosba, ott vannak egy másfél órát, és ők is mennek a reptére. Kicsit komplikált, és nem nagyon tetszett a srácoknak, hogy két órával kevesebbet tudnak aludni miattam, bár még ezt a 8-as indulást egy kicsit neccesnek érzem. Kicsit megkéstünk így az Airbnb-t elhagyást illetően, és azt hittem, hogy teljesen le fogom késni a check-in-t, és nem tudom beadni a bőröndömet, ezért itt maradok. Na most nem, szerencsére nem, úgyhogy már megvan a jegyem, megyek is a gétemhez, és én pedig ezt a vlogot itt lezárnám, megköszönném a figyelmet, hogyha esetleg érdekel a következő utazásom is, ami egyből innen folytatódik, akkor jövő héten meg tud nézni, iratkozzatok fel, ha esetleg még nem lettetek volna eddig feliratkozva, és sziasztok!